Ez az a terepasztal, amelyik a pécsi egyetemi környezetkímélő, illetve fenntartható fejlesztéseket mutatja be egy telefonos alkalmazáson keresztül. Megjelenik egy ilyen virtuális valóság, itt például a húsfogyasztásra hívja, de hogyha tovább lépünk és elközelítünk, akkor az elektromos busz projektre, tehát elindulnak és kijönnek a képernyőből a buszok, vagy akár megnézzük, hogy itt mi itt az elektromos robogók projekte. És gyakorlatilag minden olyan egyetemi városi fejlesztés a terepasztalomban, ami az elmúlt időszakban környezetbarát vagy fenntartható fejlesztés volt. A terepasztal szerepelt a Budapesti Planet kiállításon is. A zöld irány, vagyis a környezetkímélő technológiák, fenntartható megoldások, stratégiai irány a pécsi egyetemen, mondta az intézményt működtető kurátor a PTE zöld eredményét bemutató tájékoztatóján szerdán. Megőrizte az egyetem a zöld egyetemek sorában az első helyét, hiszen 2020-ban nyerte el ezt az ország egyetemei között, 2021-ben ezt megőrizte, ugyanakkor a világ egyetemei között, tehát 956 egyetem között, ami 80 országot képviselt, ebben idén a 42. helyre kerültünk, 2020-ban ez még az 59. volt. A rangsorban elért helyezés mellett újabb elismeréseket kapott az egyetem, számoltak be erről a tájékoztatón. Begyűjtötték a Magyarország Kerékpáros Barát Munkahely 2021 elismerését, illetve a Passzold Vissza Tesó kampány kapcsán kommunikációs díjat vehetett át az intézmény. A Passzold Vissza kampányban a kidobásra ítélt mobiltelefonokat gyűjtötték be. Ezekből 300 kilónyi jött össze. Az intézmény célja, hogy a következő 5-6 évben kerüljön be a világ első 20 zöld felsőoktatási intézmények közé.